Ma esti témáinkhoz érkezett vendégeink már itt vannak, a közönség a stúdió előterében gyülekezik, bevezetőré meg némi áttekintést adok arról, ami önökre vár a következő két órában. Öngyilkos lett egy 6-os, 11 éves kisfiú Vámos Mikolán. Mi állt a gyerekhalál hátterében, ezt vizsgálja a helyszínen készült dokumentumriportunk. Más témára térve, ha kíváncsiak arra, hogy milyen környezetben élnek a híres emberek, a mai programban erre is felelünk. Medvecki Ilona, az Oszter Sándor és Fajroni Donatella házas pár, valamint a Magyar Bálint Hodosán Róza páros házába, otthonába látogatunk el kameráinkkal, és az adott lakásokban egy divatos lakberendező Sándor Éva dicsér és bírál. Ma este végre megnyílik az úgynevezett Sándor könyvklubja, amely azért jött létre, hogy a mostaninál sokkal többet olvassunk. Ezúttal Szepes Mária írónőhöz vittem el 5, illetve 6 olvasót, hogy író és olvasó közösen megbeszéljük a Mindennapi Élet Mágiája című kézikönyvnek is fölfogható kötet fejezeteit. Remélem másoknak is kedvet csinál az olvasáshoz az, amit látni és hallani fognak. A nem feltétlenül megbízható statisztika szerint Magyarországon 150 ezeren élnek rendszeresen kábítószerekkel, és 30-50 ezerre becsülhető a drogfüggők száma. Droggal vagy drog nélkül egyszerűbb, esetleg elviselhetőbb élni. Ezt kutatjuk volt drogosok és antidrogosok, valamint egy szakember bevetésével. A mai program utolsó negyed órájában jön Tix Richard, Égető napsugár, Kocsonya Zoltán, akit ismernek, Pocokék, Pocok Robertné született Kisveréb Irén, Nem oda Budáék, hogy a többiekről most ne beszéljek. Tehát fura, vagy éppen vicces nevű embereket hívtunk meg ide a stúdióba, hogy nevükből adódó megpróbáltatásaikról meséljenek. Hát így áll össze a ma esti műsor. Akinek ez nem elég, azt mondom, ő is maradjon velünk. Felejtsd el, ami vár, vagy bosszon, fedezd fel, hogy van más. Ne hidd el, rossz a napon, két hetente, csütörtök este vár. A Friderikus Show! Jó estét kívánok itt a TV1 műsorán és a Rádió Bridge hullámhosszán. Szomorú témával indul a ma esti műsor. Vámos Mikolán öngyilkos lett egy 11 éves kisfiú. A mi szempontunkból ez a hír azért volt különös, mert rövid időn belül Magyarországon a 6. gyerek döntött az önpusztítás ezen visszafordíthatatlan változata mellett. Egész mostanáig azt hittem, hogy a gyerekek öngyilkossága azért borzasztó, mert az ember egy jószerivel tapasztalat nélküli 11 évesről, vagy akár egy nagy kamaszról sem képes föltételezni, hogy jól ítéli meg a kilátástalanságot. Szerintem, persze az is lehet, hogy tévedek, a keserűség olyan mértéke, amely az élet elvetéséig visz, csak egy felnőttnek lehet megfelelő élettapasztalata, és ezzel együtt joga. Mennyire tartja ezt a gondolatot elfogadhatónak dr. Kígyós Éva gyermekpszichológus, aki ma esti első vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én úgy gondolom, hogy az öngyilkosság hozzátartozik az öngyilkossághoz az, hogy soha nem a közvetlen halálvágy vezeti, sem a felnőttnél, sem a gyereknél. Az öngyilkosság mindig egy adott helyzetből való kimenekülés, persze rossz kimenekülés, de egy kimenekülés. A beszélgetést az esettanulmány levetítése után folytatjuk. Felkelt, aztán tanult, kiporszívózta a szobáját, kész lett az ebéd, bejöttünk, megebédeltünk. Elmosogattam még, mondtam neki, Roland, mondom, hozd ki nekem a kamrából a piros felmosókannát. Én leültem 2 óra fele, 3:42 és 2 fele tévét nézni. Mondom, megnézem, hogy mit csinál a gyerek, mert mondom, nem hallom, hogy itt mocorog az ablak alatt.
mondom neki, Roland, nem szól vissza. Mit csinál a kisgyerek, mondom. Megyek hátra, és akkor azt vettem észre, hogy lóg a kötélen. Még most sem nagyon bírom fölfogni, hogy meghalt. Meg én úgy tudtam meg, hogy nem hétvégén tudtam meg, hanem hétfőn, amikor jöttem be iskolába. És szüleim is sírtak velem, amikor hazamentem meg. Még most sem nagyon tudom fölfogni, hogy meghalt. Ő volt. Múlt időben. Most már nincs. De ahogy ugye ő nőtt, akkor már kipróbálta a megyfát, a kaput, itt kint a bejárati kaput, fölmászott arra, felmászott a megyfára, hát és a villanyvezetékek belelógnak a megyfára. Sokszor gyere le, Roland, lejött, de hát nem ülhettem a nyakán, fogta magát, visszament, veszélyérzete őnek egyáltalán nem volt. Rossz jegyet kapott, és ennek emiatt nekem van egy kis lelkiismeret furdalásom, mert azt a bizonyos szombatot megelőző pénteken én feleltettem fizikából, és kijött, és elég lezserül fogta fel a dolgot, és rángatta a vállát, hogy nem, Roland, kérlek, szedd össze magad, hisz ebből egy hete ötös dolgozatot írtál. És ő csak rántott egyet a vállán, hát mondom, gyerek, akkor jó, ez kettes. És ebből szintén ez volt rá a válasza, hogy na, akkor a hétvégén nem mehetek edzésre, meg focizni, és elment a helyére. És azon a szombaton reggel láttam a gyerekeket, osztálytársai is járnak ebbe a ifi csapatba, hogy szállnak föl a buszra. Rolandot nem láttam, mert tudomásom volt róla, hogy szülők ezt ilyenkor nem engedik el. És délután a lakásból voltam, főztem, amikor jött a szomszédasszony, és megnyomta a csengőt, és mondja, hogy mi történt. Én nekem ez sohasem jutna eszembe, hogy öngyilkos legyek, meg ilyen. Hát, hogyha kapok egy rossz ügyet, megpüfülnek egy kicsit, meg rám szólnak, hogy máskor jobb ügyet vigyek haza, és más nem szoktak, javítsam ki, és utána már nem szólnak semmit. Utána másnap viszek jobb ügyet haza, és akkor már ki is engednek. Nem hittem én se el, hogy meg merő csinálni, de ezt nem egyszer mondta nekem is, mikor Ripolyon voltunk horgászni, mert azt is szeretett, de én akkor nem vettem komolyan, azt hittük a tesómmal, hogy viccelsak. Semmivel nem fenyegetett, hogyha meg volt büntetve. Nem vette fel a büntetést. Nem igazán tudtuk megbüntetni, mert nem vette föl. Kb. Tartott nála egy negyed óráig, aztán nem érdekelte. Nem mehettem el, hát nem mehettem el. De nagyon ritka volt, hogy most nem mehetett el focizni. De elintézte egy várándítással. Talán egy picit a gyerekkel nem volt olyan a kapcsolatuk, mint amilyennek kellett volna lenni. Kiabáltak velük a gyerekkel, meg a fegyelmezésnek olyan eszközét választották, ami nem feltétlenül eredményes. Az ember ott jár az utcán, elmegy a gyógyszertárba, a boltba, a kocsmába, hát mindenütt lehet információt szerezni. Nekem elég volt az is, hogyha hangosabban rászóltam, akkor ő már tudta, hogy valami nem gömbölyű, hogy akkor visszakövenni a dolgokból. Nem tudom, hogy honnan veszik. Nem tartottuk mi se keményebben a fiút, mint bármelyik másik fiút. Ő is csak ugyanannyi büntetést kapott, mint a másikok. Egy hete körülbelül már a fejébe forgathatta. Lehet, hogy ez a gyerek valami másfajta szeretetre vágyott. Mert egy érdekes dolog a Rolandról, hogy ő nem szerette azt, hogyha én megsimogattam. Mindig húzózkodott, tehát önálló az ilyen szeretet, az valahogy neki ez nem tetszett. Van erre több ilyen példa is, például a tanév záró ünnepéjén, ugye elköszönnek tőlem, és ez már 6 éve megismétlődik. Sorba állítom, és én nem csak azzal szeretek elválni a gyerekektől, hogy
megcirógatom és köszönöm a csokrot, sorba állítom őket és kapnak egy-egy puszit, és nagyon vigyázz magadra a nyáron, mert jövőre szükségem van rád, és vigyázz az ipolyra, meg egyebekre, és amikor a Roland oda került, akkor fogta, oda nyomta a virágot, és már rohant is. És mondtam neki, hogy gyere csak vissza, és akkor visszajött, és megfogtam a kis fejét, megpuszilgattam, és akkor nagyon óvatosan kaptam én is tőle egyet, és utána gyorsan kirántotta magát a kezemből, és mint aki örül annak, hogy én is kaptam egy puszit a tanítónénitől. Nem volt olyan fiú ő, hogy odabújt a szüleihez, vagy nagyszüleihez, de ez kicsi korától fogva így volt, hogy nem szerette, hogyha őtet felveszik, babusgatják, puszilgatják, nem szerette. Végül is én szerettem volna őt puszilgatni, szerettem volna ölelgetni, de ő ezt nem szerette, így nem lehetett neki kimutatni, hogy sokszor leültem vele, beszélgettem vele, hogy hát nekünk te vagy csak az egyetlen, mit szeretünk téged, de úgyhogy én puszígatom, ezt őnála ezt nem lehetett elérni. Hihetetlennek tűnt, hogy egy 11 éves gyerek fölköti magát, de az elemzésből az derült ki, hogy ez a gyerek nagyon meg akart halni. Nem volt az ő szemszögéből ez a véletlenre bízva. A kötél úgy volt megcsinálva a bandázs része, hogy az semmilyen körülmények között nem akadhatott meg. Gyakorlatilag még arra is készült, hogy ne vágja a nyakát a kötél, egy kicsit megtekerte leukoplasztal. Én úgy gondolom, hogy ő eljátszotta az életét. Hallott ő ilyen dolgokról, mert hallott ilyen dolgokról, hogy felakasztotta magát, meg leszakadt, mert hallott. Ebben az évben hallott ilyen dolgokról. Itt a környéken is volt, itthon is hallott, mert beszélgettünk róla. Viszont olyan gyerek volt, hogyha ő játszott is bent, a füle azért mindig a felnőttek között volt, mindig hallgatózott. Hallott ilyen dolgokról. De egyáltalán nem említette, hogy én ezt ki akarom próbálni, vagy én megcsinálom. Ő eljátszotta az életét. Nem tudtam neki még többet adni, mint amit kapott. Azt. Kevés. Szeretetből, meg anyagiakból, mindenből. 11 év kevés volt. Első hét, amikor meghalt Roland, akkor gyertyát gyújtottunk itt kint az ajtóba, és oda is virágot tartunk érte ide bentre is. Meg nagyon szeretném őt, meg a fényképekről emlékszünk rá. Megbeszélgetünk róla órákon. Nekem ez az egyetlen gyerekem volt. Az életem darabokban van. Újból építeni kellene az egészet. Ezerszer végig gondoltam, hogy hol rontottuk el. Nem tudom. Nem tudom. Az idő majd megoldja, vagy jó, vagy rosszul. Hát. Ezek után már akármi is előfordulhat. Hiányzik. Nagyon hiányzik.
A film persze szándékosan hagyta nyitva a nézők számára, hogy tovább gondolják és értékeljék a történetet, de azért néhány konklúzió mellett nem lehet elmenni. Dr. Kígyós Éva, pszichológus, kérdezem ismét a stúdió nézők bevonásával. Tulajdonképpen, bár én szeretnék előbb-utóbb elrugaszkodni ettől a konkrét ügytől, de mi az ön verziója? Miért ölte meg magát ez a kisfiú? Egész biztos, hogy nem tudok pontosat mondani, hiszen sokkal mélyebben kellene ismerni az ügyet. Lehetséges, hogy azok a momentumok, amik felmerültek, valahol jelzik azt a folyamatot, ahol a szülő a maga módján, a maga legjobb tudása szerint szereti a gyerekét, csak ezt nem jól adja át. Tehát ön például a szülők felelősségét húzná itt alá? Én úgy gondolom, hogy egy gyereknek az elsődleges érzelmi közössége, ami a biztonságát, a megfogó biztonságát adja, ez csak is és kizárólag a családi, a szülői környezet lehet, és főként az anyával való elsődleges kapcsolata. Talán nem tudta jól megmutatni ezt a szeretetet, talán nem tudta jól kifejezni. És azért benne van ebben az is, hogy a gyereknek a teljesítményét, mintha egy kicsit túlhangsúlyozott volna ebben a családban. De rögtön hozzáteszem, hogy nem csak ebben a családban. Tehát azt tetszik mondani, hogy mondjuk nagyon teljesítményorientált volt ez a család ahhoz, hogy például hallottuk ugye, hogy aszerint büntették, hogy hányast kapott. Egyáltalán mondjuk okos dolog-e a szenvedétől vagy a hobbitól elvonni a gyereket büntetés jelent? Hát én úgy gondolnám a dolgot, hogy a gyereket így, hogy kimért büntetéseket adni, és ezekkel a büntetésekkel dolgozni, eleve nem jó dolog. Mert a büntetés az soha nem a megoldás útjára vezet. Egyfajta szankció, hogyha a legközelebb ezt csinálod, ugyanezt fogod kapni, ezt a büntetést fogod kapni. Jó lenne kerülni, de akkor, amikor már egy megtörtént, rossz osztályzat miatt kap egy gyerek olyan büntetést, hogy valamit, amit ő szívesen csinál, ami az ő számára egy életlehetőség, egy érzelmi vonzás lehetne, attól eltiltani, én ezt a fajta büntetést mindenképpen azt mondanám, hogy nagyon káros. Milyen fajta büntetést tart akkor hasznosnak? Tehát mit lehet kezdeni szülőként mondjuk egy olyan helyzettel, hogyha a gyerek nem tanul, vagy következetesen rossz fát tesz a tűzre? Tudja, én úgy gondolom, hogy a gyerek az a szülőnek a tükre. A gyerek nem azért fog tanulni, mert a szülő mondja neki, hogy tanuljon, mert a szülő biztatja erre, mert büntet érte. A tanulás lehetőségeit a szülőtől tanulja a gyerek. Abban az életkorban, amikor mi szülők még nem nagyon figyelünk oda arra, hogy milyen példákat mutatunk a gyereknek. Azt hiszem, hogy gyermekpszichológiai ismereteim alapján elmondhatom, hogy ma az átlagos családokba nem nagyon olvasnak a felnőttek. Persze ennek lehet magyarázatát adni. De egy olyan családban, ahol a tudnivágyás, a könyv, az érdeklődés nincs benne a család levegőjébe, ott a bizonyítványért való gyereknek a hajszolása a jó bizonyítvány iránt, ez általában csődös. És ilyenkor nem tudok büntetést javasolni. Uh-huh. Nincs olyan. Azt például mennyire tartja normálisnak, hogy egy gyerek nem szereti, ha cirógatják, simogatják vagy puszilgatják? Ez a filmen ugyanis elhangzott, és nekem ez olyan furcsa volt, nagyon furcsa. Mi pszichológusok azt mondjuk, hogy amikor a gyerek megszületik, abban az első egynehány órában, amikor először találkozik a testi érintéssel, egy másik embertől, az anyától való testi érintéssel, ennek az érintésnek üzenete van. És ha ez az érintés ott és akkor nem sikerül jól, csalódást okoz, nem ad biztonságot, akkor ez a gyerek ezt nem fogja igényelni, sőt, valahogy zavarba fogja hozni. Van arra önnek általános magyarázata, hogy miért szaporodtak el a gyerekgyilkosságok az utóbbi fél évben vagy háromnegyed évben? Én azt hiszem, hogy ez egy tendencia, és ez a tendencia úgy tűnik számomra, hogy egyre élesebb, hogy mi szülők egyre kevésbé tudunk beszélgetni a gyerekeinkkel. Borzasztó fontos lett volna ennek a 11 éves gyereknek is az, hogy tudjon beszélni a problémáiról. Általában a szülők azt mondják, hogy mert velem nem beszéli meg a problémáit. Nem beszéli meg a problémáit egyszerűen azért, mert akkor, amikor 3 éves volt és 4 éves volt, nem tanult meg a szülővel beszélgetni.
Ma egy magára valamit adó anya, aki megy délután a gyerekéért az óvodába, ha hiszi, ha nem, azt kérdezi meg a 4 éves gyerektől, hogy mi volt az ebéd. Na most egy 4 éves óvodásnak ezt nem szabad tudnia, hogy mi volt az ebéd. Mert akkor rosszul fejlődik, mert neki az érzelmi kapcsolatok a fontosak, hogy Pistike volt-e a sarokba, a Robi leesett a... Tehát minden, ami ott történik. És ezt mi szülők már nem tudjuk megkérdezni a gyerektől. Nem tudunk beszélgetni. Ha egyszer ilyen délután 4-5 óra tehát szétnéz a városba, amikor az anya a kicsit a kézen fogva, a nagyra meg időnként úgy rászólva húzza hazafele őket, nem beszélnek, néznek maguk elé. Csak valahogy ezt bárki láthatja, aki az utcán szétnéz. Az anyából ilyen vezényszavak jönnek, hogy ne lépj bele, ne lépj félre. Na most ilyen beszélgetős kapcsolat alapján mit lehet itt elmondani már 11 éves korban? Arról, ami nekem fáj, ami nekem rossz, amitől én félek? Kérdezem a helyi közönséget, hogy van-e kérdés? Öngyilkosságra való hajlam az egy velünk született sajátossága, vagy pedig bármilyen külső tényező kiválthatja-e? És ezzel kapcsolatban, hogy adott esetben ez a kisfiú nem most követte volna ezt a szomorú cselekményt, hanem később, hogy ez valóban előfordulhatott volna a 20 éves korában, 30 éves korában, abban vagy az esetben, akár ez hajlam, többszörösen ugye? Is. Igen, tehát hogy ez bennünk megvan-e emberekben? Ez egyáltalán nem biztos, de bizonyítható, hogy ő esetleg később megpróbálta volna, ha most nem próbálja meg. Egy viszont, egy konkrét bizonyított tény, hogy az, akinek nem sikerül, akár 3-szor, 4-szer újra megpróbálja. Tehát arra utal, hogy a feszültség megoldásnak egy patológiás, egy beteges módja. Egy olyan módja, hogy nem a problémámra koncentrálok, nem a problémámat oldom meg, hanem kilépek a helyzetből, akár vakon, akár ilyen borzasztó úton, nem megoldom, hanem ott hagyom a problémát. Amikor visszajövünk, már sokkal derűsebb téma lesz terítéken, hogyan, milyen körülmények között élnek ismert, híres emberek. Televízió nézők válaszára, ha a technika egyelőre nem tenné lehetetlenné, épp úgy kíváncsi lennék, mint stúdió nézőink feleletére. Valójában milyen környezetet képzelnek el például a gyönyörűen táncoló és mindig elegáns Medvecki Ilona, netán a nem éppen kivagyiságáról ismert miniszter Magyar Bálint, vagy épp a máig hölgykedvencnek számító Oszter Sándor köré. Nos, kérem szépen! Minden hiánytalanul megvan. Soha nem kell semmire várni, amíg meg tudják venni maguknak. Mert hogy annyi a pénzük, hogy azt vesznek és úgy élnek, ahogy akarnak? 5 perc alatt be tudják úgy rendezni, hogy minden megvan. Uh-huh. Mosogatógép. Minden. Medvecki Ilonáról olvastam olyat, hogy saját maga készít el dolgokat odahaza a kertjébe, ő dolgozik, és nem igazán fogad el szakembereket, hanem ő szereti megcsinálni mindazt, amit kell a ház körül. Hát jól értem, ez nem pénzkérdés, úgy gondolja nála, hanem mert... Én ilyesmit olvastam róla, és ilyesmit hallottam róla, igen. Tessék mondani, Év, közben? Miután nagyon kevés idejük van, gondolom, művészi rendetlenségben élnek. Művészi rendetlenségben? Magyar Bálint majd elmondja, hogy művészi rendetlenségben élnek-e. Kérem szépen, én például mindenképpen antik otthoni környezetben képzelem el Medvecki művésznőt. A főúri pompát és a szeszélyhez alkalmazkodó különböző hangulatú szobákat fantáziámban minden kényelemmel felszereltem, aztán majd elmondja, de jártam már önnél, úgyhogy nagyon nem is kellett képzelnem, csak elfelejtettem, mert hogy híresen rossz memóriám van. Fajloni Donatella zongora művésznő és Oszter Sándor közös lakását már egy árnyalattal barnábbnak gondolom. A zongora művészek, különösképpen a zongora művész nők valamiért több komolyságot sugallnak, egyszer is mint higgadtabb milliót. Vagy így van, vagy nem. Magyar Bálint miniszter és Hodosán Róza képviselő foglalkozásához, na is Magyar Bálint őseihez méltó, szép, komoly, nehéz, reformkori tárgymaradványokat kapcsoltam gondolatba. Akkor most meglátjuk, hogy hány találatom is van. Sokunk számára egy lakótelepi panellakás is lehet kellemes élettér, sőt a boldogság ne továbbja. Egy híres embert azonban, legyen a színész, revüsztár vagy politikus, nehéz elképzelni egy panelház valamelyik ablakában. Oszter Sándor ugyan sokáig egy óbudai lakótelepi lakásban lakott, de lassan már 20 éve ebben a svábhegyi villában él. A ház 2 szárnya, a művész házaspár 2 külön rezidenciája.
A házhoz gyönyörű kert és téli kert is tartozik nagy faverandával. Szinte megszállottan ültettem a különböző örökzöldeket, fákat, cseréket, növényeket. Úgy látszik, szeretnek a növények engem, mert szinte mondhatnám, amit elültettem, az mind meghálálta és ma él. Én egy olyan környezetben nőttem föl, ahol csupa antik bútor volt. Én egy villában laktam a Rózsadombon, és csak antik tárgyak, képek vettek körül, és ezeket hoztam át, amikor édesanyám meghalt, úgyhogy most így lett komplett a lakás, hogy a két dolog egyesült. A bútorok kiválasztásánál látszik meg leginkább, hogy mennyire vonzódnak azokhoz a tárgyakhoz, amelyekben művesség van. Becsülik a kézműves munkát, amihez odafigyelés, ízlés kell. A magyar művelődési és közoktatási miniszter egy 20-as években épült villában lakik Budán. A házat valamikor egy ügyvéd lakta, majd Horthy Miklós húgáé volt egészen az államosításig. A villában 13 lakást alakítottak ki, ezek egyikében 150 négyzetméteren él a politikus házaspár és 4 éves kislányuk. Mondhatnám úgy is, hogy mindegy 200 éve kezdődött ennek a lakásnak a berendezése, csak éppen ahonnan ide kerültek a család különböző ágaiból, azok nem nagyon tudták, hogy majd ez így együtt lesz. A lakás ékessége a nappali, amelyet a miniszter nagymamájának, Kürti Bertának egykori bútorai töltenek meg. A falon sorakozó régi képekről leolvasható a család egész története. A dolgozószobában látható a lakás talán legnagyobb értéke. Magyar Bálint üknagyapjának, Szemere Bertalan egykori belügyminiszternek, majd miniszterelnöknek íróasztala. A galérián alakították ki a gyerekszobát és a hálószobát. A konyhát modern, skandináv stílusú bútorokkal rendezték be. A bútorok melegsége és összhatása adja az otthonosságot. A lakberendező szemével nézve, ami feltűnt, hogy az ablakokat és az ajtókat nem díszítették drapériával, holott jól lehet ezeknek az a funkciója, hogy lágyítja ezeket a szögletes formákat. Medvecki Ilona 1967 óta él ebben a budai házban, amely valaha a Károlyi család egyik vadászkastélya volt. A ház középső szintjén szinte egy térben található minden. A bútordarabok leginkább a késői barokk korból származnak, de a helyiség közepén elefánt csonttal berakott középkori kínai bútorok kaptak helyet. A vásárláskor gyakran a szerencse is közrejátszott, így például a hálószoba barokk bútoraira egy falusi ház pajtájában bukkant rá a ház úrnője. Egy szóval jellemezhetném ezt az otthont, mégpedig azzal, hogy pompőz. Valamikor a barokk királyok vették magukat körül ennyire túldíszített, felfokozott formákkal, telt enteriőrökkel. Érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy kevesebb tárgyal, vagy a tárgyak más sorrendben történő szerepeltetésével, átcsoportosításával egy kevésbé mozgalmas, nyugodtabb enteriőr tudnánk kialakítani. Na. Sándor Éva lakberendezőt ismerik már az előbbi filmből, hiszen az összes megnézett lakásban feltűnt, mint elhanyagolhatatlan fontosságú epizódista, és pontosan azért volt jelen, mert minden lakás valódi légkörével is megpróbált megismerkedni a forgatás időszaka alatt. Mit tapasztaltál, mennyire egyezik meg az adott lakás, illetve az azt lakók személyisége? Én ugye nem ismertem a szereplőket előtte, hogy milyen millióban éltek, de körülbelül ezt képzeltem köréjük, amit láttunk. Ezt most vegyük kritikának, vagy pedig vegyük dicséretnek? Mert ugyanis mind a három lakás, és akkor megkönnyítem a helyzetedet, mind a három lakás, és lehet, hogy ez jellemző, komoly, nagyon szép, nagyon míves antik bútorokkal volt tele. Ez általában véve is jellemző a, hogy mondjam, ismert vagy közéleti emberekre? Itt is, és a többi lakásban, ahol jártam eddig a munkám során, nagyon kevés tárgyat találtam a mai kor, ami a mai kort reprezentálja, tehát modern bútorokat, modern tárgyakat. Az emberek még mindig szívesebben veszik magukat körül elmúlt századokból származó bútordarabokkal.
Ennek mi az oka? Nyilván az, hogy az ember arra gondol, hogy ezek értékőrzők, egyszer s mind mondjuk nem megy veszendőbe az a pénz, amit belefektettek, nem? Gondolom igen, vagy pedig egyfajta idegenkedés, vagy esetleg tájékozatlanság. Tudnék, a mai dizájnerek, mai művészek is alkotnak olyan érték megőrző tárgyakat, amik bírnak azzal a művességgel, vagy igényességgel, amit az elmúlt évszázadok mesterei készítettek. Már el tudom képzelni Magyar Bálintot, amint íróasztala egyszer csak majd az ő unokájának a szobájában lesz, és fogja mutatni egy hasonló show, mint a Friderikus show. És itt az nagyapa íróasztala, aki egykoron miniszter volt. Az ön esetével ugye nagyon nehéz a helyzet, mert annyi minden törökölt, hogy egyszerűen nem is jutna hely a modern bútoroknak, vagy pedig miért idegenkednek általában véve? Ez a magyarázat, vagy valami egyéb? Hát először is én azt hiszem, hogy legfeljebb azt mondhatná az unokám, hogy az nagyanyja ült mellette az íróasztal, mert a Róza használja azt az íróasztalt. De egyébként... Mire értette? Én az irodai, a mai irodai miniszter íróasztalra azt gondoltam, hogy ott is a felesége ugye van részt? Nem, érdekes módon még azt se használom igazán, inkább egy 6 személyes tárgyalóasztalnál szoktam ülni, ott csak rendetlenség van valóban azon az asztalon. De nem is annyira egyfajta idegenkedésről van, hanem arról, hogy ezekhez a tárgyakhoz van egy személyes viszony. Gyerekkoromtól kezdve elmesélték, hogy mindegyiknek a történetét, és nehezen tudnám elképzelni, hogy mondjuk egy ágytól, amelyen az apám született 1910-ben, attól bármilyen körülmények között megválnék. Tehát, hogy ebből a lakásból tényleg kivennék mindent, amit szüleimtől és ezen keresztül egyéb felmenőimtől örököltem, akkor a beépített szekrények maradnának, a konyha bútor maradna, ezek a tárgyak. Tehát nem is volt igazán szükség arra, hogy külön vásárolgassunk. Van egy kínai közmondás, nem tudom pontosan idézni, de a lényeg az, hogy ha beviszel az otthonodba vagy lakásodban egy tárgyat, egyet vigyél ki belőle. De hová? Hát az két lakásra lenne szükségük. Történelem, a háborúk, a világháborúk, a határmódosítások elvégezték. Tehát például az, hogy kikerüljenek tárgyak a lakásokban. De mi is, az én családom egy polgárcsalád volt, 49-ben államosítottak minket, én akkor még úgy nőttem fel, hogy antik bútorok között, aztán jött ugye a szociál korszak, ahol megfertőzte egy országot ez az őrület, ez a modernnel azonosították nagyon sokan, így az én családom is ugye ennek az áldozata lett, és anyám lecserélte az antik bútorokat, az akkori divatos zalai, vagy nem tudom milyen bútorgyárból kikerült modern garnitúrával. Panni falakkal, igen. És kiderült, hogy évek múlva... Panni falakkal. Panni falakkal. Volt a panni fal, milyen nevek voltak. És bizony később rájöttek ők arra, hogy ezek a bútorok, hát egyután, szóval azok a bútoroknak nem volt, azoknak a bútoroknak nincs személyisége. Azoknak a bútoroknak, amiről beszélgettünk, annak van személyisége, egyénisége, mívessége, története van. Ezeknek a szériában gyártott bútoroknak nincsen története. Mekkora kaland volt például az önök számára a lakásszerzés? Ez is egy érdekes kérdés, mert hogy hol élnek, hát az nem pusztán a berendezést jelenti, hanem magát, a lakást is. Amikor mi összekerültünk és összeházasodtunk, akkor a férjem 40 négyzetméteres örök lakását cseréltük el erre az önkormányzati és jelenleg is önkormányzati tulajdonban lévő lakásra. Express újságból hirdettünk, és express újság után kerültünk oda. Nagyon leromlott állapotú volt, akkor 108 négyzetméteres volt a tetőteret, később hoztuk mi helyre néhány év múlva. Mi volt ott fönt a tetőtérben, azt megelőzően? Ez egy valóban érdekes történet, egy kisebb Noé bárkájára hasonlított, hiszen amikor oda kerültünk, akkor a tetőtér másik részén lakó idős házaspár állatokat tartott ott, tehát egyszer föl, kétszer-háromszor fölkeltünk a padlásra, bárány volt ott, nyulak voltak, kacsák, hibák, és a hosszú háború a kölyállal, ha a kölyáll megérkezett, akkor az állatokat egy vidéki farmra levitték, tanyára levitték, hogyha a kölyáll lement, akkor visszahozták, 10 kutya, és itt egy rendes kis állatkert volt berendezve, ahol most az ágyunk áll a hálószoba a tetőtéren, ott egy, amikor először fölkeltünk, hogy trágyahalom volt, tehát aztán ez lett valamilyen módon végül is rendben. Szóval felhagytak a gazdálkodással ott a tetőtérben, nem odavaló volt valóban. Medvecki Ilonáról
pontosan lehet tudni, mert lám a néző is emlékezett még rá, hogy saját kezüleg állított elő sok mindent, csak nem a házat is két szép kezével építette. Hát ez egy kicsit hosszú mese lenne, hogy én ezt elmondanám, de tényleg mesébe illik a házam története. Én Kőbányán, a MÁV telepen születtem, szoba konyhába, vécé az udvaron. 20 évesen kimentem Frankfurtba dolgozni, és egy évig dolgoztam, ahol megismert engem egy úr, akit én nem ismertem, miután nem tudtam németül. Hazajövet, a Mulerusba dolgoztam, közvetlen, ahogy hazajöttem utána rögtön, és megkért a pincér, hogy egy úr ott kint ül, fáradja ki hozzá. Hát mondom, nem szoktam asztalokhoz senkihez kiülni, hogyha valamit tetszik, akkor közölje az úrral, mármint a pincérrel, és közölje a pincér velem. Na, egy szónaki százavége fölvitt engem a mostani házamba. Az úr elém tett két kulcsot, és azt mondta, hogy ez a kulcs az öné, a másik kulcs pedig azé, akihez ön tartozik. Én nem akarok magától semmit, mert én egy új gazdag vagyok, és én nem önt akarom, hanem én önt láttam egy évig dolgozni, és én láttam, hogy él Kőbányán, és én ezt örülök, hogy megvehettem magának. Szóval csak úgy adott grátis egy ilyen házat? A Károlyi kastélyt megkaptam 21 és fél éves koromban. És azt se tudtam, hogy a... Most már az adóhivatal nevében csak oszteréket kell megkérdeznem, hogy és ti hogy jutottatok ehhez a gyönyörű... Hát mert úgy kérdezek itt meg mindenkit, mint hogyha megbízást teljesítenék. Hát majdnem így kaptam én is, mint az Ilona. Na ne viccelj, csak most már aztán... Csak jött föl hozzám. Mert neki még elhittem, de neked nem, már... Nem én voltam, nem én voltam. Tehát? A történet 1978-ban kezdődött, a Szent Johannában játszottam Darvas Ivánnal, és ülünk hátul a kulisszák mögött, ugye középkori klepetusba, és azt mondja az Iván nekem, azt mondja, ide figyelj, kérlek szépen, van egy csinos kis svábhegyi házot fönn a Mátyás király úton, az érdemes lenne neked ezt megnézni, mert az Irén, az én kedvesem, nem tűrné el ennek a helyrehozatalát, mert nagyon nyűgös azt rendbe tenni. Történetét kezdődött, én másnap fölmentem a Zsigulimmal a Szabadsághegyre, lenézek és látok egy fantasztikus, szép, úgynevezett svábhegyi villát, fakonzolokkal, zsalugáltás ablakokkal, és szomorúan tudomásul vettem, hogy Oszter, neked ennyi pénzed nincs. De és haza... Nem, és hazamentem. Egy hét múlva társaságban vagyok, ahol egy kollégám elmondja, hogy ő válik, és hogy nekik van több lakásuk, ház, stb., és hogy ők pont a svábhegyre szeretnének menni, és egy házat venni. Mondom neki, hogy tehát én tudok egyet, mondom, és hát mondom a címet, fölmentünk, fél óra múlva nyílbe ütöttük az üzletet, hogy a kollégám megveszi ezt az épületet. Öt nap múlva fölhívom ezt a kollégámat, hogy te ide figyelj, mondom, és hogy állsz ezzel a lakásvétellel? Azt mondja, jaj, te azt mondja, közben azt mondja, úgy alakult a családi helyzetem, hogy én lemondtam erről. Jó, hazamegyek, telefon, a ottani tulajdonosasszony hív fel engem, idős hölgy, hogy művész úr, azonnal jöjjön ide, mert beszélni akarok magával. Mondja, de miről? Tessék ide fáradni. Oda mentem, és a következő mondja nekem, nézze, én sem Darvas Ivánnak, sem a maga kollégájának, én nem adom el ezt a házat, csak magának. De mondom, azt mondjam, nekem nincs annyi pénzem. Milyen van, mondja? Mindent elmondtál? Nagyon romantikusnak találtam az egészet. Felesége tulajdonképpen már ilyen értelemben rád költözött, tehát ő már egy kész lakásba... Ő rám költözött, igen. Rá költöztem, igen. Értem a választ. Gyakran jön azért önre, az átrendezhetnék? Tehát, nem. Hogy, nem? Nem. Vagy én, ezekkel a nagy bútorokkal nincs is mit kezdeni, én tényleg hagyományőrző vagyok, szóval szörnyen konzervatív vagyok. Én egyszer valahol ott vagyok, és én ott maradok. A bútor is ott marad. Sándor mindig mondja, menjél már egy kicsit valahova, tedd át. Nem, én nem teszek át semmit, és nem megyek el. De azért minden csak, úgy van. De azért csak hozott ön is néhány bútor. Igen, na most következő van, hogy édesanyám sajnos ugye 3 éve meghalt, és akkor őtőle örököltem nagyon szép bútorokat, és végül is egyet
helyesítettük a bútorainkat, de ugyanaz a stílus, tehát ő is ugyanazt szerette, amit én. Tehát nem volt probléma, mert teljesen összepasszoltak azok a bútorok, amiket én oda vittem. A nézők fejében egyfajta művészi rendetlenség, azt hiszem ezt a kifejezést használta egyikük. Önöknél nincs? Ki kell ábrándítanom mindenkit, rend van. Négyszögletesre. Hát kivéve az én íróasztalomat. Na igen, meg az zongorámat. Hogyha hozzányúl valaki például az én úgynevezett rendetlenségemhez, akkor nem találok semmit. Előfordult már az, hogy premier után egy kicsikét többet ittam a kelletnél, amit soha nem szoktam. Hát ezt feltételeztem. Soha nem szoktam. Nem, egy táncosnő nem ihat. Nem. Legalábbis egy táncművész, értem alatt, aki spiccen áll, vagy pedig ilyen magas sarkú cipőkbe jár. Mert az első lépésnél már hanyott esne. És nem tudom, hogy hogy mentem haza, illetve hogy mi történt, az utolsó filmszakadás volt, de a ruháim négyszögletesen letéve, az arcom lesminkelve, minden a helyén. Szoktak például felindulásból átrendezni? Hát ott nem tudom, mert ragaszkodnak a hagyományokhoz, nem? Ilona? Én ugyanúgy vagyok, pontosan semmit nem változtatok. Ágyat nem tologatja ide-oda? Semmit. Azt persze nem is lehet akkora darab. Hát az a nagy ágyat. Több tonna. Hogyha valaki azt elviszi, annak külön fizetek. Most olvastam a minap épp egy újságcikkben valami érdekeset, azt mondja, pszichológiai tanulmány szerint a kielégületlen nők sokszor sublimálják vágyaikat a lakás szenvedélyes átrendezésében. Ezt megerősíted? Nem. Nem, mert... Melyiket nem erősíted meg? Hogy nem csak a nők rendezgetnek, ez egy általános trend. Nálunk ugyan nem, mert ez nehezebben megvalósítható. Anyagi feltételei vannak, hogy 2-3 vagy maximum 5 évenként interiört változtassunk, vagy változtassuk a környezetünkben található tárgyakat, bútorokat. De nyugaton ez egy általános trend. Aki ezt anyagilag megengedheti magának, az igen, cseréli a környezetet maga körül. Kis szünet után újra jelentkezünk, és bevezetem önöket az én könyvklubomba. Remélem, ez az önök számára is új korszak kezdete lesz. Vendégeimnek pedig köszönöm szépen. Éppen ebben a könyvben is írok erről, hogy Isten őriz, hogy a félelmünk dramaturgiájával jól kirajzoljunk egy helyzetet, mert van egy olyas valami, mint a célközelvonzás mágiája. Tehát annyira megdramatizálom a rosszat, hogy be is vonzom. Nem szabad félni semmitől, mert bevonzod, mert az egy mágnessé válik. Mikor hagyod abba? Amikor már tönkretette a külsődet? Amikor már nem kapsz levegőt? Amikor már gyógyíthatatlan vagy? Amikor már elvette az életed? Friderikus Show belső melléklete jelentkezik, Sándor könyvklubja. Amikor meghirdettem épp egy hónapja a könyvklubomat, nagyrészt a kíváncsiság vezetett, ugyanis szerettem volna tudni, hogy vannak-e, akik velem tartanak. Én nagyon szeretek olvasni, sajnos attól, hogy sokat dolgozom, rengetegszer célra tartva kell a könyvekkel foglalkoznom, ami egyfelől persze, hogy nagyon jó, de az ember mégiscsak az élvezeti olvasással tudja magát a legjobban kikapcsolni a világból, meg visszahozni, választ kapni minden szokatlan helyzettel kapcsolatos életkérdésre, vigasztalódni, és így tovább. Nem folytatom, önök is nyilván pont így vannak ezzel. Az indokokról, hogy miért nyitottam meg a könyvklubomat. Hogy elsőként miért éppen Szepes Máriát választottam, ezt ugyancsak talán érdemes megmagyarázni. Most hát azért, mert a fantasztikus asszony mindenfajta olvasói réteg számára izgalmat jelent, és életkorra, műveltségre vagy társadalmi helyzetre való tekintet nélkül magával ragad bennünket. Szepes Mária 1908-ban született Budapesten. Szülei színészek voltak, ő azonban 8 éves korától az írói pályára készült.
Kereskedelmi érettségit tett, majd az első világháború után a híres Walter-féle szemináriumon művészettörténetet, irodalmat és pszichológiát tanult. 1930-ban feleségül ment Szepes Béla olimpikonhoz. Az újdonsült házasok Berlinbe költöztek, itt tovább folytatta tanulmányait, mély lélektant és vallásfilozófiát hallgatott. Hitler hatalomra jutása után hazajöttek Magyarországra, ahol a későbbi írónő filmgyári dramaturgként dolgozott 1942-ig. Közben gyerekük született, aki 7 hónapos korában meghalt. Gyermekimádata azonban megmaradt, így születtek csodálatos gyermekkönyvei, a Táltos Marci, a Boróka néni kincse vagy a Pöttyös Panni regények, melyeken nemzedékek nőttek fel. Több tudományos, fantasztikus regénye jelent meg. Főművének a Vörös Oroszlán tartja, melyben a keleti filozófia tanításait és az alkímia 400 éves történetét dolgozza fel. A Vörös Oroszlán példányait megjelenése után egy évvel, 1947-ben az államosított könyvkiadónál bezúzták és elégették. Németországban ugyanakkor 10 kiadást ért meg, és Spanyolországban, valamint Brazíliában is nagy sikert aratott. A rendszerváltás óta itthon is sorra jelennek meg Szepes Mária művei, újabban az élet mágiájával, azaz a képzelet teremtő erejével kapcsolatos írásai. Természettudományos, művészeti és filozófiai ismereteit Smaragd tábla című könyvében foglalta össze. A 89 éves írónő, akit az ezotéria egyik legkiválóbb ismerőjeként tartanak számon, a mai napig lankadatlanul ír, méghozzá nem írógéppel, nem számítógéppel, hanem ahogy 8 éves korában elkezdte, saját kezével. Nos, Szepes Mária elképesztően gazdag munkásságából fogtam az egyik rég megírt, de mostanában újra kiadott hatásos könyvét, a Mindennapi Élet Mágiáját. Közös olvasásra 6 heteit kihirdettem, majd a néző olvasóktól kapott levelek nyomán kiválasztottam 6 már könyvklub tagot, és magammal vittem őket, az olvasókat, az írónő Szepes Mária otthonába. Megyünk, jó? Először a nézőket üdvözlöm, jó? Tehát annyit mondok mindösszesen itt bevezetésként, hogy végre elérkezett Érdemben is Sándor könyvklubjának nyitánya, ugyanis itt vagyunk Szepes Mária lakásában, kicsi lakásában, ahol nagy-nagy szeretettel fogadott bennünket az írónő, azokat az olvasókat, illetve közülük csak néhányat tudtunk magunkkal hozni, akik elolvasták a könyvet a felhívás nyomán, vagy nem a felhívás nyomán, jelentkeztek, több ezren voltak ilyenek, míg nem aztán 6 kiválasztottunk. Közülük többsége ismeretlen, legalábbis ez idáig ismeretlen, Gera Zoltán színművész, ismert emberű, régi Szepes Mária rajongó, és tulajdonképpen azért vagyunk itt, hogy a könyvben tárgyalt témákat ki a saját élethelyzetére alkalmazva elmesélje, hogy mire jutott. Jutott-e valami használhatóra, vagy épp ellenkezőleg vitája lenne az írónővel. Ki előadja, jó? Ebbe beletetszik menni, ugye? Hát már annál inkább megbeszéltük, így beszéltük. Sőt, kérdezni fogok. Először ez év májusában olvastam a Mindennapi Élet Mágiája című könyvet, amikor egy olyan nehéz élethelyzetben voltam, hogy el kellett döntenem, hogy a házasságomat lezárjam-e, vagy fenntartsam. Hát a válasz mellett döntöttem. Ebben a könyv is megerősített, azonosultam a könyvben, leírtak egy részével, különösen azzal a fejezettel, ami arról szól, hogy hogyan férjünk össze az emberekkel. Egyetértek Mária nénivel abban, hogy aki össze akar férni az emberekkel, annak először a saját viszonyát kell megváltoztatnia velük, és nem a másiktól kell várni azokat az erényeket, amelyek alapján a békés együttműködés lehetséges. Ez hogy megrombolható az ön élethelyzetére? Egy... Tehát a férjével próbált először békülni, igen. Ez most azt jelenti, hogy megpróbálta kompromisszumot kötni és alkalmazkodni. Belefolytatni. Csak egy megromlott házastársi viszonynál az alkalmazkodás már nagyon nehéz, mert az alkalmazkodás az nem meghunyászkodást jelent. És a kompromisszum készségemet, a szelítségemet, az gyengeségnek vélte a másik fél, és ezzel visszaélt.
És Mária néni könyvében is leírja, hogy van, amikor az a megoldás, hogy nehéz élethelyzetekben el kell tudni engedni a másikat. Én is így tettem. Szabad nekem erre csak egy mondatot hozzátennem, vagy kérdeznem. Ha annak a tudatában, amire rájöttél a könyv következtében, és elengedted a férjedet, ha előbb tudod, mikor férjhez mégy hozzá, akkor hozzámentél volna? Hozzá. Annak ellenére, annak hogy tudtad, ellenére. Hogy ilyen. Az hát akkor még nem tudtam, hogy ilyen, hát végül is. De ha tudtad volna. Akkor is, mert hiszen nagyon sok erős érzelmi kapcsolat akkor volt. Akkor át kellett ezt nyilván akkor élned, kellett élni, és igen. Gazdagabban kerültél igen. ki egy tapasztalattal, ugye? Igen. Igen. Tehát akkor ez nem volt kevés, mert ezt át kellett élned igen. nyilvánvaló. De te több lettél általa. Tehát akkor is értékesebbnek tetszik azt mondani, hogy igen, szerezzen az ember rossz tapasztalatokat, legyen fájdalma, annak érdekében aztán újra tudja értékelni a saját életét. Én nem azt mondom, hogy legyen, csak embernek lenni azt jelenti, hogy az a beavatások sorozata az nem idill, azok tapasztalások, hogy emberré lesz az ember. Itt nincs arról szó, hogy bárki is elkerülhet válságokat. Én egy elég harmonikus időszakban olvastam a Szepes Mária, vagy Mária néni könyvét, 3 évvel ezelőtt első gyermekemet vártam, úgyhogy úgy éreztem, hogy nagyon csodálatos dolgoknak nézek elében, és ez így is volt. De ugyanakkor olyanokat produkált az élet, olyan körülményeket, hogy egyik hónapról a másikra a férjem elvesztette az állását. Én már nem dolgoztam, úgyhogy anyagilag egy kicsit nehéz helyzetbe kerültünk. És amikor elolvastam a könyvet ezek előtt, az események előtt, akkor már úgy éreztem, hogy kezembe vettem a sorsomat. Tehát próbáltam felül emelkedni a nehézségeken. A férjemnek ez nem jelentett problémát, mert ő eléve egy pozitív gondolkodású ember. Tehát nem tudom, hogy ez miből vagy honnan merítette az energiát. Mondd meg, mi a jeled neked? Hát a szűzjelében születtem, értem. De próbáltam tudatosan irányítani a sorsomat, és nagyon-nagyon nagy segítséget jelentett ez a könyv nekem. Tehát ami a legjobban megfogott a könyvben az, hogy a jó vagy rossz sorsunkat az a körülményekhez való viszonylatunk jelenti. Hogyan mondja Gabriela, tehát, hogy adott volt az a helyzet, hogy a férje elveszítette az állását, igen. Önettől elkeseredett? Igen, eléggé elkeseredtem, és hogyha régi pessimista szempontokból, tehát szemszögemből nézem a dolgokat, akkor valószínűleg sokkal mélyebben érintett volna, egy nagyon nagy válságon kellett volna keresztül mennem, így viszont átsegített. Azáltal, hogy te pozitívabb magatartással emelkedtél át ezeken a válságokon, azok meg is oldódtak részben? Meg is oldódtak, hamarosan igen. kapott állást a férjem. Persze ezt nem ennek tulajdonítom, hogy én pozitívan gondolkodtam, hanem eleve az, hogy a hozzáállásunk, a körülményeinket, tehát próbáltuk tudatosan cselekedni azt, amit cselekedtünk, addig én úgy érzem, hogy sodródtam. Márjelén, de hogy kell pozitívan gondolkodni? Mert ez a könyvben le van írva, nekem kicsit emelkedettebb, szóljatok hozzá. Válaszolok, drága Mária, nem veszi. Zoltán, Márjelén szóvivője. Nem veszi az néven. Csak azért tudjon egy kicsit teázni, ez egy tea délután, úgyhogy ön is teázzon egy kicsit. Persze, mindenkire sor kell, sort kerít. 1989 és az előtt nekem egy kis domboldalon élek, lakom. És minden reggel az volt az elfoglaltságom, hogy 5 percet gyalogolok az 5-ös buszig, a Pasaréti téren, és naponta az volt az elfoglaltságom ez alatt, az 5 perc alatt, hogy fogalmaztam magamba, hogy fogok beolvasni a rendezőmnek a próbán, mert most már elég, tele van az okném, meg azon, hogy fogok akar a gyártásvezetőnek beolvasni, aki csúnyán spekulál, meg velem, meg manipulál engem, és ezeket fogalmaztam, amikor oda került a sor, hogy ott vagyok a próbán, találkozom a rendezővel, valami egész más helyzettel találtam szembe magam. De már akkor második rontásom az volt, ezt a napot illetőleg, hogy először gyűjtöttem, akkumuláltam magamba a mondatokat, azután meg a másik csőd, a frusztráció, hogy hát ez nem olyan helyzet, ahol ezeket a mondatokat én elmondhatom, és neki ugorhatom. És akkor elég rossz napjaim voltak. Pontosan ettől, hogy nem sikerült. És ki okozta ezt? Na, igen, ezt akarom mondani. Én okoztam, és akkor jött, hát én nem akarok ebből csodát csinálni, meg
misztikus csodát, de azért Szepes Mária könyveit úgy felületesen már olvasgattam, és ezt követően a Mindennapok mágiája került a kezembe, és azt olvastam. Aztán tanulmányoztam, aztán még mélyebben tanulmányoztam. És rájöttem arra, hogy te jó Isten, hát ez egy önmérgezés, amikor én nem csak, hogy elítélem, utolsóbb az embernek tartom a rendezőmet, nem csak itt elítélem, hanem még meg is akarom szégyeníteni, bosszút is akarok állni rajta. És ez nem sikerül. És hogy ez nem sikerül, ez a frusztráció frusztrációra halmozódik, és ez egész hetem tönkrement. Például Bernard Shaw, egész jó cég, azt mondta, ugye, hogy aki haragszik, az más vétkért önmagát bünteti, nem? Ez is igaz. Ugye? De az is igaz, hogy az embernek, amit ki kell mondani, azt ki kell mondani, vagy nem? Na most várjunk csak, attól függ, hogy mennyire ismerjük a másik embert, és fogadjuk el olyannak, amilyen lenni tud. Mert hogyha a magunk ritmusához, feltételeihez akarunk mindenkit alakítani, az egy nagy tévedés. Az pontosan olyan, mint amikor bedobálok egy utazó bőrönbe mindenfélét, és kilógnak ujjak meg, és azt körülvágom. Nem alkalmazkodhat mindenki hozzám. Ugye? Meghallgatjuk Rita történetét? Na most a Rita történet. Az igen, csak tanulságos történet. Nagyon fiatal, szinte nincs is hány, sok tapasztalat meg. Hány éves vagy? 18. 18. Csak most itt a maszkmester kicsit elvarázsolja. A relatív időben, ugye? De nem vagyunk Kronosz rabjai. Jó van. Szóval én egy olyan élethelyzetbe kerültem, hogy én úgy döntöttem, hogy feladok mindent, és öngyilkos, hogy a problémáim megoldására az öngyilkosság, de... Milyen a jeled? Vízentő vagyok. Ez fontos, Mária néni, nagyon? Nagyon fontos. Nagyon? Igen. De azért mesélj el, Rita, azt, hogy mi volt az a helyzet, ami idáig jutatta. Igen. Hát, hogy én már többször, hát pontosabban háromszor kíséreltem rosszak meg. Az otthoni körülmények. Igen, az otthoni körülmények, meg aztán az édesapám is olyan volt, hogy alkoholista volt, és akkor ebből következtek a problémák. És utána jött egy rövid időszak, amikor jól éreztem magam, tényleg. Én olyan vagyok, hogy mindent eltervezek előre, és a céljaimért tényleg mindent teljes erőmből küzdök, hogy elérjem. És egy olyan életkörülmény közé kerültem, hogy olyan helyzetbe, ami megint arra ösztönzött, hogy ebből nincs más kiút, csak az, hogy meghalok, és az öngyilkosság. Ez édesapja idézte ezt elő? Tehát olyan konfliktus helyzetet teremtett? Ezt először, igen, amikor először elkövettem, akkor az édesapám idézte elő ezt a helyzetet, szóval el kellett költöznünk. És olyan életkörülmények között éltünk, amit egyszerűen nem bírtam megszokni, bárhogy próbáltam. És amikor olvastam az önkönyvét, akkor is egy olyan helyzetbe kerültem, hogy már időre ki volt jelölve nekem, hogy akkor megint öngyilkosságot fogok elkövetni, és már szerintem odáig jutottam, hogy talán sikeres is lett volna. Szóval nekem eddig nem volt szerencsém az önkönyveihez, hát már elég fiatal is vagyok, csak a Sándor felhívására. És az volt bennem, hogy akkor olvasok egy könyvet, amit a Sándor olvasott, és szóval nem az volt bennem, nem is tudtam, hogy miről szól. És amikor elkezdtem olvasni, akkor tényleg elkezdtem gondolkodni, milyen elgondolkoztam, hogy úristen, hogy milyen rosszul fogtam fel eddig a dolgot, már az első fejezet után ez a sorsalakítás. Szóval annyira megfogott például az a mondat, hogy a félelem leküzdése nélkül nem válhatunk sorsunk uraivá, hogy így elgondolkoztam, hogy tényleg régebben, hogy féltem az élettől, a problémáktól is. És rájöttem a könyvolvasása közben, hogy a problémákkal nem elmenekülni kell, hanem próbálni kell őket megoldani. Azért vannak. Azért vannak, igen. És ez nálam teljesen más volt a felfogásom, és én úgy érzem, hogy újjászülettem a könyv elolvasása után, szóval annyira más, odafigyelek a gondolataimra. Én olyan ember voltam tényleg, hogy ültem a buszon, és elzárkóztam az emberektől, hogy felszállt valaki, és akkor úgy néztem rá, hogy úristen, ez mellém ül, meg mellém ült egy öreg néni, elkezdett beszélgetni, inkább nem válaszoltam neki, vagy próbáltam elterelni, hogy lássa rajtam, hogy nem akarok vele beszélgetni, és most meg már úgy vagyok, hogy inkább én kezdeményezek, szóval így nyílt lettem a világ felé, és a problémáimat is úgy, hát most a problémánk még mindig nincs megoldódva, ami miatt öngyilkosságot akartam elkövetni, de mégis úgy állok hozzá, hogy,
hogy küzdök én is. Mert azt nyilván olvassa, hogy Mária néninek az öngyilkosságról éppen ebben a könyvben elég lesújtó megfogalmazása hát van. Nézze, az a mit is tetszik írni? Most ez ennek borzasztó maga tudja. Ez ennek a kislánynak, hát megmentette az életét, kedves hát, Sándor, igen. Ezzel a könyvvel, de nem... Megmentette Mária néni az életét. Maga által. Arról van szó, hogy azért nem megoldás az öngyilkosság, mert az élet örök, nem lehet megszüntetni. Éppen ebben a könyvben is írok erről, hogy Isten őriz, hogy a félelmünk dramaturgiájával jól kirajzoljunk egy helyzetet, mert van egy olyas valami, mint a célközelvonzás mágiája. Tehát annyira megdramatizálom a rosszat, hogy be is vonzom. Úgy hívják, hogy a célközelvonzás mágiája. Nem szabad félni semmitől, mert bevonzod, mert az egy mágnessé válik. Más olvasóknak, ha egy-egy mondatban meg kellene fogalmazni, hogy miért ajánlják a könyvet, akkor mit mondanának? Az én emlékezetemben úgy fog megmaradni ez a könyv, mint egy receptkönyv, amelyből a sikeres, boldog, kiegyensúlyozott élet megteremtésének a receptjeit olvashatjuk el. És úgy gondolom, hogy ezt a könyvet én már többször olvastam, nem csak elolvasni kellene, hanem meg is kellene tanulnunk, főleg alkalmaznunk. Csilla? Én úgy érzem, hogy ez a könyv mindenkinek szellemi támaszt nyújthat a nehéz időszakokban, mint ahogy nekem is nyújtotta. És a legfontosabb talán az életben az, hogy megismerjük önmagunkat, és talán ez a kezdeti lépés lenne. Notice autor. Így is lehet mondani. Mondja rá. Rita? Hát szerintem, hogyha valaki olyan helyzetbe kerülne, mint én, hogy tényleg azt látja, hogy csak az öngyilkosság és a halál, akkor szerintem mélyen gondolkozom azon, hogy szerintem most már rájöttem, hogy nincs olyan dolog, ami miatt az életet fel lehetne adni. Nézzenek bele ebbe a könyvbe, mert egy egészen új világ tárul fel. Nem a világgal, hanem a saját világukkal, és a saját világuk és a külső világ kapcsolatával tisztábban lesznek. Itt az ideje. Köszönöm. Köszönöm a Sándor Könyvklubja első vendégeinek, és akkor egy hónap múlva találkozunk. Finom volt a tea, akartam köszönöm még ezt mondani. Köszönöm szépen. Most kérem szépen, a könyvklub első olvasói Szepes Máriával való találkozásuk és a közös tea délután után itt vannak a stúdióban, és igazából véve csak azt szeretném megtudni, tette hozzá bármit is a személyes találkozása Szepes rajongásukhoz? Miután elolvastam a könyvet először, elgondolkoztam magamba azon, hogy vajon Szepes Mária mindennapjaiban a könyvében leírtak szerint élte, illetve éle. Hát a vele való találkozás meggyőzött arról, hogy és nem hagyott kétséget afelől, hogy a válasz igen. Tehát úgy él, ahogy úgy ír. Úgy él, ahogy írja a könyvében, és be tudja tartani a leírtakat. Tekintsük a helyi nézőteret egy amolyan reprezentatív mintának. Kérdezem tisztelettel az itt jelenlévőket, hogy eme film, illetve a könyvklub első felvétele után ki az, aki mondjuk elolvasná ezt a bizonyos könyvet, tehát akire úgy hatott, hogy feltétlenül utána megy és beszerzi. Csak egy kézfeltartása jelezzék. Na hát akkor már nem voltunk hatástalanok, én azt gondolom. Következő könyv, amit könyvklubunk olvasóinak olvasásra ajánlok, már egy másik könyv természetesen, Parti Nagy Lajos Sárbogárdi Jolán, a Test Angyala című kötete. Tulajdonképpen könyv a könyvben ez a kötet, hiszen Sárbogárdi Jolán Parti Nagy által elképzelt regényírónő, aki a Test Angyala címmel élvezetesen dilettáns regényt ír, feltűnően rossz helyesírással, amelyet a kritika túlzott lelkesedéssel fogad. Igazi álműről van szó, a szemérmes szerzőnő Sárbogárdi Jolán a 90-es évek Magyarországának realitásaitól eltekintve mesél naív hősnőjének, Margitai Edinának, aki néhol Emese, néhol Enikő a könyvben, de azt mondom, ez nem nagyon téveszte meg önöket, tehát Edina, Emese, Enikő élete első igazi és rögtön házassághoz vezető szerelméről. Parti Nagy Lajos, a rendkedvéért mondom tehát, hogy ő az igazi szerző, az olcsó szerelmes füzetek stílusának kacagtató imitálását adja, mindamellett, hogy kitűnő, ám de
Vékonyka kötetében, ez biztatásnak szánom, megmosolyogtatja a 90-es évek magyar világát. Nagyon szórakoztató, ugyanakkor szerintem igen értékes könyv, Parti Nagy Lajos, Sárbogárdi Olán a Test Angyala című kötete, csak azért ismétlem ennyiszer, hogy meg tudják jegyezni. Amit tehát tessék szíves lenni, minél előbb elolvasni, majd egy-két oldalas levélben megosztani velünk azokat a gondolatokat, amikre a könyv nyomán jutottak. A legeredetibb levelek feladóit, ahogy az előző esetben is, visszahívjuk telefonon, és egy november végi napon együtt elmegyünk Parti Nagy Lajoshoz egy tea délutánra vagy vacsorára, majd meglátjuk, megbeszélni a könyv kínálta tanulságokat. Ami pedig a mai show hátralévő részét illeti, előbb volt narkománok körében azt vizsgáljuk, droggal vagy drog nélkül egyszerűbb élni. Én ebben nem mennék bele, hogy a drogosokat gyógyítsák, mert az egészség úgy annyira padlón van, hogy a szervi betegeket nem tudják gyógyítani. Ezek a fiatalok fogják az önnyugdíjat biztosítani, azt mondja. Az enyémet nem, abban maga nagyot téved. Megszólal persze paraván mögött egy aktív drog nagykereskedő is. Végül többnyire derűs történetekkel jönnek, fura, időnként vicces nevű emberek, úgy mint Égető Napsugár, Nem Oda Buda, egy családban kettő is van belőle, Casablanca, Hiszékeny Mónika, Retkes Gábor, aki takarító kisiparos, Mona Lisa és a többiek. Rövidesen folytatjuk. Tudom, hogyan lehetne kimenteni ebből a gyerekeket, mert én hiába mondom el a fiamnak, hogy ne, meg ne próbáld, meg ne csináld, meg ne utánozz az ilyen ismerőseidet. Tuti, hogy kipróbálta, és esetleg csinálja is még. A 90-es évek eleje óta Magyarországon kábítószerhez jutni csupán pénzkérdés. Az úgynevezett light drogokat, amilyen például a marihuána, már a tinédzserek is kipróbálják, nem beszélve a diszkókban népszerű speedről vagy az ecstasy tablettáról, amelyek a zenei és fényefektusokkal együtt fejtik ki hatásukat. A drog, vagy ahogy a kábítószeresek nevezik az anyag, kezdetben egy problémamentes szebb világot ígér a sivár valóság helyett. Félúton azonban nem lehet megállni. A heroin, a kokain, az LSD vagy a crack a képzeletbeli mennyország mellett a poklot is megmutatja. A 27 éves Balázs szembesült ezzel is. A drog hatására külső zajok, kínzó látomások gyötörték, öngyilkosságot is megkísérelt. Nekem meggyőződésem, hogy az anyag rejtett dimenziókat tud feltárni. Rá tud jönni az ember, hogy többféle valóság létezik. De ez mindenféleképpen az kell, hogy az ember uralkodjon az anyagon, és ne az anyag az emberen. Persze tisztában vagyok azzal, hogy ez egy nagyon vékony ösvény. Balázs előtt egyik hallucinációs élménye alatt megjelent egy férfi, aki különböző nyelveken felszólította, hogy döntsön, az életet választja, vagy a halált. Akkor rövid időre leállt, de aztán ismét az anyaghoz nyúlt. Harold Péter ugyancsak kipróbált minden Magyarországon fellelhető kábítószert. Egyre mélyebbre zuhant, állandó félelmek gyötörték, üldözési mánia lett rajta urrá. Másfél éve a Híd gyülekezet tagja, azóta nem nyúlt kábítószerhez, emlékei azonban elevenen élnek. A kábítószer olyan élményt nyújt utána, miután az ember nincs belőve, amit úgy hívnak, hogy flashback. Mentem az autóval, és azt hittem, hogy elütöttem valakit, és ráléptem a fékre. És kiszálltam a kocsiból, nagyon megijedtem, de nem volt ott senki. Abba hagytam a bélyeget egy rész, egy időre, de nyúltam másokhoz, más szerekhez. Magyarországon kisebb-nagyobb rendszerességgel 150 ezeren fogyasztanak kábítószert. Egy szakértői jelentés szerint 30 és 50 ezer közé tehető a drogfüggők száma. 1995-ben 204-en, tavaly már 289-en haltak meg kábítószer túladagolás, vagy drog hatása alatt elszenvedett közlekedési baleset következtében. Nem kívánok senkit kényelmetlen helyzetbe hozni, különösen nem a fizető nézők közül, de azért jó távoli képeket garantálva megkockáztatnám a kérdést. A stúdióbeli nézők közül hányan próbáltak már ki életükben legalább egyszer bármilyen, valamilyen drogot? Jó, magasra is, hát nem mutatunk közeli képeket. Összesen itt van, azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, szóval durván mondjuk 200 nézőből heten.
Hát ha ilyen lenne a magyar arány, akkor azt hiszem, hogy erről a problémáról nem kellene beszélni, de hát ennél jóval súlyosabb. Azt elárulhatom egyébként, hogy dr. Kósté Márta, a pszichiáter szakértőkön kívül a színpadon ülő vendégeim életében volt egy-egy periódus, tehát ha úgy tetszik, ők az átlag fölött vannak, amikor kapcsolatba kerültek a szerrel. Lehet-e úgy fogalmazni, kérdezem itt vendégeinket, hogy önök valaha drogfüggők voltak? Mindenféleképpen. Volt igen, idő. Igen, mindenféleképpen. Az az igazság, hogy a kábítószeres attól lesz kábítószeres, hogy a kábítószer által eufóriát érez, és igazából ebből a világból átkerül egy másik dimenzióba, egy másik világba, amely világból élő élmény őt kábítószeressé teszi. Pszichiáter szakértőnkhöz fordulok, nem akarok itt, vagy nem szeretném, ha a cinizmus vágyja érne engem, de a jelenlévőkön kívül van-e legalább még Magyarországon, ön szerint mit mutat a statisztika, ha van ide vonatkozó statisztika, hogy van legalább még egyszer ennyi ember, aki leszokott a drogról? Bízom benne, hogy 2-3-szor ennyi van, ami ugyancsak egy eléggé kis számot jelent, és ennek az okairól fogunk együtt gondolkodni, azt gondolom, amíg. Mondjuk 2-3 év aktív szerhasználat után meg lehet szabadulni, ön azt mondja a drogtól, tehát van teljes tisztulás, vagy pedig ez csak egy tüneti vagy látszólagos eredmény? Meg lehet szabadulni a fizikai függés után, a lelki része a nehezebb, a pszichoterápiás szakasz. Itt áldozatra van szükség, tehát van úgy, hogy fél év, egy év, sőt két év. Nagyon komoly pszichoterápiás munka kell, amiben a kliensnek partneré kell válnia. Péter, ha valaki elkezdi, hát ugye a te példád arra példa, hogy elkezdted, hány éven át csináltad? 3 éven keresztül. És egyre erőteljesebben, egyre erőteljesebb szerekkel is? Hát igen, először marihuánával kezdtem, és ez hozzásegített a többi kábítószernek a fogyasztásához, így a speed, az extázis tablet, az LSD, a kokain, majd a kereket is kipróbáltam, és hát ez éveknek a sorozatán keresztül ment ez így végbe, és igazából ez a világ már nekem nem okozott élvezetet, mert sivár volt a számomra ez a világ. Már hogy a kábítószer nélküli világ, vagy a kábítószeren kívüli világ. Így van, ez a, és sajnos minden érték helyébe a kábítószer lépett. Tehát az addigi érték is, ami volt az életemben, az helyébe a kábítószer lépett. De úgy mutatkozott be a kábítószer, mint egy jó tündér. Tehát azt hazudja, hogy megtaláltad a szabadságodat, megtaláltad az életednek az értelmét, és sokszor a barátok a proféták ebben, egy réven átmész, és megkapod az anyagot, és beveszed, akkor igazából megtalálod, belépsz a kábítószernek a világába, a kábítószernek az országába, a birodalmába, de elfelejtik neked mondani azt, hogy ez egy ilyen dimbos-dombos vidék, és mögötte pedig ott van a sóbánya, a szakadék, a koncentrációs tábor, a rabság, és mikor már nem te tudsz uralkodni az akaratodon, hanem a kábítószer, akkor a kábítószer fogja megmondani, hogy te mit fogsz csinálni az életedben. Mennyire tudják megerősíteni azt az elképzelést, hogy valamilyen rossz élethelyzet, egzisztenciális vagy egyéb probléma tud elvezetni ahhoz, hogy az ember kábítószeres legyen? Nálam úgy kezdődött, hogy a szüleim betegek voltak, és hát 17 éves korom óta voltam függő, több mint 20 éven keresztül, és hát nálam, mint említettem, azzal kezdődött a dolgozás, hogy a szüleim betegek voltak, és nekem helyt kellett állnom ebben az élethelyzetben. Túl fiatal volt még egyszer. Igen, igen, igen. És sajnos nagyon rövid idő alatt kialakult a függőség, amelytől iszonyú nehezen sikerült csak megszabadulnom. Ezen a 23-24 éves szakaszon belül többször volt szakítási gondolata, magyarán szó, hogy ön le akar szokni, csak éppen ereje nem volt hozzá? 11 kórházi elvonókórán vettem részt, és hát sajnos csak már akkor kezdtem érezni azt, hogy a segítség az nem annyira van meg az emberekben. Szóval én, mint kábítószeres, gyenge voltam ahhoz, hogy egyedül talpra álljak. Pontosan, amit a Judit mond, hogy a lelki háttere mindig átgondolandó, tudnik a drogasztenet, ítélet, előítélet, devianciát jelent, és
nem az a megoldás, hogy az emberek távol tartják magukat ettől, mert nem is tudjuk, hogy mitől félnek. Talán attól, hogy az ő gyerekükkel is megtörténhet, vagy nem tudnak mit kezdeni ezzel. Miközben oly sok mindenki gyerekével megtörténhet, mert hát éppen itt a délutáni próba után beszélgetünk ugye arról, hogy a legtöbbjük családja ezért is vannak napszemüvegben, tehát nem a hirtelen föltámadt napsütés okozta itt a stúdióban ezt a négy napszemüveges fiatalembert, hanem egész egyszerűen, mert talán saját családtagjaik előtt is titokban tudták tartani, és akkor így akarják, hogyha titokban maradna a továbbiakban is ez. A függőség kialakulásához képest mennyi idővel később következik be, ha ugyan bekövetkezik a lecsúszás? Abban a pillanatban kezdődik a lecsúszás, amikor a kábítószer kerül az első helyre az életében. A családja elé kerül, a barátnője elé kerül, a munkája elé kerül, és minden más értéket kiszorít. A férjem az jóval előbb kábítószerezett, mikor mi megismerkedtünk, akkor még nem tudtam, később elmondta, és egyszer volt egy olyan rossz nap, amikor mondta, hogy nekik szüksége van valamire, és akkor ezt elmondta, hogy ez a heroin, amit ő használt, és akkor én is ki akartam próbálni. Mit hitt el, hogy kipróbálja? Meg akart érteni, szolidáris akart vele lenni, a kíváncsiság, vagy pedig valamiféle valóságos elkeseredettség? Hát én ő volt aztán azért. Csak a kíváncsiság, szóval nem volt semmi olyasmi, hogy most valami gondom lett volna, vagy családi háttér, vagy... És rögtön mivel kezdte? Jól értettem? Heroinnal? Rögtön heroinnal, és rögtön szúrtam. Ez egy évig tartott, és most úgy döntöttem, hogy leszokok, most már elvonókúrán vagyok, és azt hiszem, hogy így jobb. János, érzett némi lelkiismeret furdalást azért, hogy végül is az ön példája nyomán próbálta ki a felesége? Persze, mai napig egyfolytában ez van bennem, hogy ha akkor én ezt nem mondom el, vagy valahogy megpróbálom eltitkolni, vagy én nem szokom vissza rá, akkor olyan magina, mai napig nem tudna róla. Tehát olyan szinten nem tudott róla, hogy azt tudta, hogy ezt lehet venni ilyen dolgot Magyarországon, vagy bármi, és most meg teljesen jártas lett benne, és kicsit leépült a szervezete. Tehát ezt a mai napig nem tudom megbocsátani magamnak, hogy ebbe a borzasztó dologba belevitte. Hányszor szokott lenni róla, tehát hányszor volt elvonókúrán? Egy ötször. Azt ki összetudja számolni, hogy mennyi pénzt költöttek drogra, és mennyi energiát fogyasztottak azáltal, hogy megszerezzék a saját adagjukat? 70-90 000 forintot költöttünk havonta erre, de rendesen dolgoztunk, rendes munkakörben mind a ketten, én meg a férjem. Ebből. Ebből javarészt a fizetésükből ezt finanszírozta? Igen, nem kellett más utat érni, nem kellett lopni meg ilyesmit, hogy legyen rá pénz. Tényleg, mi van akkor, hogyha az ember már képtelen dolgozni, Márta? Mi a tapasztalat akkor például lopásra adja a fejét, meg mindenféle, hogy úgy mondjam, tisztességtelen módszerrel, bár de mindenáron megszerzi maga adagját? Ez is lehetséges, de van egy sokkal veszélyesebb formája, hogy pillanatok alatt díleré válik, mert nem tudja megvenni a napi adagot. Díleré. Tehát kereskedő? Igen, tudnék a saját adagját, és ilyen módon szerzi meg, mert nincs napi 8-10 000 forintja a napi adagjára. Most abban a pillanatban már BTK szintű helyzetbe kerül, miközben a gyógyulásról még szó sem volt. Például amikor mi eldöntöttük, hogy leszokunk, felhívtuk ezt a drogstopot, és adtak címet, elmentünk oda, és azt mondták, hogy nem tudnak fogadni, elmentünk másik címre, nem tudtak fogadni, és hát végre találtunk egy olyan helyet, ahova most járunk kezelésre, pszichiátriai kezelésre, de gondolom, hogy nagyon sok az a fiatal, aki elmegy egy helyre, és nem segítenek, és föladja, visszamegy a droghoz, vagy a szerhez, mondja Márta? Ez nagyon komoly probléma, hogy éppen ma találkoztam egy klienssel, aki telefonon kereste meg az egyik ambulanciát a két pestiből, és már telefonon azt mondják, hogy nem tudják fogadni, és nincs kapacitás. Tehát ennyire teltház van? Nem, még nincs kész az a ház, ami teltház lehetne. Tehát a piac törvényekre gondolok, hogy kereslet kínálat a mentálhigiénében is igaz, akkor azt mondom, hogy nagyon sok fiatal szorulna segítségre. Itt és most krízis helyzetben, hétvégén, ügyeleti időben nem fogadják őket, nincsen látóhely. És erre jó volna figyelni. Egy-egy klien sikerül bejuttatni nagy pszichiátriai osztályra, általában egy-két embert vesznek csak fel, mert azt mondják, hogy három drogos már balhét csinál, idézőjelben ez valóban gyakori. Lehet, hogy megköveznek engem, és nem is tudom, hogy jó helyre címzeme, de
az én hallomásból szerzett tapasztalataim oda mutatnak, hogy ezeken az osztályokon sincs, hogy úgy mondjam, tiszta kezelés. Mert bár az orvosok mindent elkövetnek, de ezekre az osztályokra is bejuttatják, ha más nem a drogosok egymásnak beviszik a különböző szereket, és így aztán a mentés, ha úgy tetszik, nem válhat teljes értékűvé, egész egyszerűen azért, mert közben is folytatják. Nagyon fontos, ami szóba került, hogy azt gondolom, egy kábítószer függő ember, aki segítséget kér, akkor partner a gyógyításban, a terápiás szerződésben, hogyha nem szenved az elvonási tünettől, ami kőkemény lehet, lelkileg, testileg is, illetve nincs belőve. Tehát tiszta. Kellene egy drogdetoxikáló, ahol az első 8-10 napos detoxikálás lezajlik. Ez nem lehet a nagy pszichiátriai osztály, a hagyományos álma osztály, ahol a társadalom ismétlődik meg kicsiben, tehát ugyanoda küldöm vissza. Tehát többnyire elmeosztályokon kezelik, igen, a drogosokat? Igen, zárt pszichiátriai osztályokon. Azt gondolom, hogy egy fiatalnak, aki valóban le akar állni, ijesztő egy ilyen osztályon találnia magát. Nagyon sokszor nem tudja betartani a szabályokat, az árujelentés úgy végződik, hogy ő nem volt képes a megállapodásnak megfelelni, és egy-két hét múlva már kint találja magát ugyanott, ahonnan jött. És sürgetőnek érezni, hogy erre felfigyeljenek, mert sokkal nagyobb lesz a költségigénye 5 év múlva, hogy megoldjuk ezt a kérdést, mint jelenleg. Kérdezem a tisztelt jelenlévőket, már az itt ülő nézőket, hogy érez-e bárki a hallottak alapján haragot vagy indulatot a narkománokkal kapcsolatban? Nem gyógyítanám őket. Semmiféleképpen sem, mert a társadalomra csak veszélyt jelentenek. Elkülöníteném őket, nehogy a társadalom egészséges többi tagjait esetleg megfertőzzék, vagy ehhez hasonló, vagy kínálják azt a drogot, hogy hú, milyen jó, figyelj, lebegek 3 óra hosszáig, és ez nagyon jót tesz nekem. Ön egy külön ilyen zárt telepet hozna létre? Én ebben nem mennék bele, hogy a drogosokat gyógyítsák, mert az egészségügy annyira padlón van, hogy a szervi betegeket nem tudják gyógyítani, és hiába van szakképzett orvos, diplomás, nincs hozzá eszköz. Több élesztőgép kellene, több ehhez hasonló, vagy lélegeztetőgép, és nem pedig őket, akik szorbálnak a betegségért, mert szorbál érte, mert a drogért szorbál, mert talán mindenképpen megszerzi magának, bármilyen módon, és hogyha már nincs rá anyagi fedezete, akkor viszont képes bármilyen eszközhöz hozzányúlni, hogy ezt megszerezze. Ellentétben az a véleményem, hogy mivel ő is elismeri, hogy ezek az emberek betegek, úgy őnekik is ugyanúgy jár az orvosi ellátás, mint másoknak. Ahogy elmondta itt valamelyik hölgy, hogy azt hiszem a Judit, hogyha neki nem nyújtottak volna segítőkezet, magától már nem is lett volna képes leszokni róla, tehát feltétlenül olyan orvosra, illetve pszichiáterre van szükségük, akik megmutatják azt az utat, hogy hogy lábaljanak ki belőle. Itt az előítélet erősebb picit, mint helyén való volna. Ezek a fiatalok betegek. Az, hogy éppen mit szednek, az tünet. Az, hogy éppen drogoznak, ez tünet. És mi bűnözőként nem kezelhetjük őket. Van egy érdekesség, a mi generációnk, az őne is, enyém is, egy kicsit munkamániás volt. Egy drogos kliensem mondta, hogy mi éppen úgy fügtünk a munkafüggéstől és a munkaszenvedélytől, work alcoholicnek hívják az amerikaiak, mint ők a drogtól. Csak mi nem hajtunk bele. És most egy nagyon egyszerű és konkrét példát mondanék. Ezek a fiatalok fogják az ön nyugdíját biztosítani, asszonyom. Az enyémet nem. Abban maga nagyot téved. Ezek a fiataloktól semmit nem lehet várni. De egy generációról van szó, aki lehet, hogy bajban van, lehet, hogy küszködik az értékekkel, mert nem tud már úttörő lenni, kisztag, pártag, nekünk még ideáink voltak. Tudtuk, hogy miért dolgozunk, én még talán most is tudom, de itt élni ennyire keményen nem szabad. Ők betegek és nem bűnözők. Elképzelhető, hogy önnek komoly betegségei voltak, és úgy érzi, hogy a drogosok elviszik a pénzt a testi betegség gyógyításából? Igen, elviszik. Mert igen, komoly betegségeim voltak, mégpedig lenne olyan betegségem, hogy 89-ben kaptam egy szívműtétet nagyon gyorsasággal, sürgősséggel, 25-ször élesztettek újra, rá egy évre kaptam 4 hátsó fali infarktust, amiért nem álltam sorba. Kérdezték-e már öntől azt, hogy esetleg miért nem táplálkozott egészségesen, vagy miért nem mozgott, és mondták utána ezt, hogy akkor önt nem vagyunk hajlandók gyógyítani, mert erről ön tehet. Hadd válaszoljak a kérdésre? Éppen az, hogy nem tehetek róla, mivel az egész családomra visszamenőleg ezre hajlom van, és az egész családom ebben halt meg, és én pontosan nem tehetek róla.
ha ön ezt tudja, akkor ezért azért előtte valamit tehet. Nem lehet teljesen megelőzni. És ugyanúgy a drogosok is betegek, rajtuk is segíteni kell. Ez honnan tudja, hogy én nem tettem érte? Honnan tudja ez? Csak például most úgy elnézem önt. Elnézd, hogy én színműtét után 30 kilót, igen, 30 kilót főszedtem. Ez igaz. Nem fogunk itt a személyeskedésig egymás történetébe belemenni. Nem azért, mert valóságos foglalkozásnak tartom, de szerettem volna tudni egy hitelt érdemlő személytől azt, amit a kábítószer útjáról tudni lehet. Ugye hát, ha úgy tetszik, akkor következzék az, aki mindenről tehet. Eddig persze azt hittem, hogy Hollandia felől jönnek esetleg Törökországból ezek a szállítmányok. Találtam azonban valakit, aki a mechanizmusról hajlandó részleteket mondani, igaz csak úgy, hogy inkognitóját megőrizhető, ő ugyanis drog nagykereskedő. A láncolatba tulajdonképpen hány ember tartozik bele? A miénkbe 10. Ellenőrzi a beérkezett áru minőségét, tehát hogy mit ad tovább? Nem, ebből van is reklamáció, mert valamikor nem teljesen megfelelő minőségű, valamikor töményebb, valamikor hígabb, és leginkább ezért halnak meg a fogyasztók, mert ők azt hiszik, hogy konstans minőség. Ön maga viszi, vagy pedig közvetítők útján juttatja mondjuk a diszkókba a maga által árult szereket? Hát ennél én már több vagyok. Én területtartó vagyok itt Magyarországon, és az a kiskereskedő dolga, meg az ő láncolata, hogy hogy jutatja el a megfelelő helyre a fogyasztókhoz. Mely fajta kábítószeren lehet a legtöbbet, és mennyit keresni? Az, hogy a vétel és az eladás között százszoros a különbség, az ne lepjen meg senkit, mert karhánúba vásárolunk, ez egy drogvámszabad terület az Afganisztán és Pakisztán határán. Tehát ott bárki vehet, semmiféle kontroll nincs. A heroin azon körülbelül százszoros a vételtől az eladásig, de ezt úgy értse, hogy a vevő fizeti meg az utolsót. Körülbelül... Mennyiért vesz mondjuk egy kiló heroint? $250, tehát gyakorlatilag 50 ezer forintért. És egy kiló heroinnak, amíg eljut mondjuk a fogyasztóhoz, mennyi az ára? Egy 5 kilónak? Millió forint itt. Mennyi? 5 millió. Így aztán milyen jövedelemre tud szert tenni egy hónapban? Hát ez durván ilyen 100 milliós nagyságrend, tehát 100, 120, 150. És elköltheti szabadon a drogon szerzett pénzét, vagy pedig ezt az árusítással egy időben nem teheti? Nem tehetem. Van bankba pénzem, van befektetésbe pénzem. De igazából úgy élek, hogy senki se gondolhatja rólam panelházba, egy jobb autót nem veszek, még néha kölcsön is kérek. Azt jól gondolom-e, hogy ön például rendőrkézre adná azt az illetőt, aki mondjuk hasonló módon droggal kínálja az ön gyermekét? Igen. Kérem tisztelettel, azzal folytatjuk, hogy megkérem az itt elsősorban ülő vendégeinket, hogy egyenként mutatkozzanak be. Casablanca. Kassa Zoltán. Kassa Zoltán, Casablanca édesapja. Miért éppen Casablanca? Tínédzser koromban beleestem Ingrid Bergmanba, mint vakló a gödörbe, és úgy gondoltam, hogy ez egy kihagyhatatlan alkalom, és a mellékletábra mutatja az eredményt. Szóval a saját szenvedélyét szenvedi a gyerek? Nem tudom, mennyire szenvedély, de én szerintem ez inkább humor, mint szenvedés. Következő vendégünk? Mona Lisa. Mona Lisa. Igen. Aha. Ön? Hiszékeny Mónika. És tényleg az? Igen, de csak annyira, mint bárki, aki reálisan gondolkozik. Következő? Farkas Piroska. Farkas Piroska? Igen. Jól járt, Mihály vagyok. Jól járt? Jól járt. Jól járt. Jól járt. Nem mindig. Ön? Petkes Gábor. Retkes Gábor, igen, foglalkozása. Takarító kisiparos. Elefánt elemér.
Csibi Csaba. Csibi Csaba, akit ha becéznek, gondolom úgy hívnak, hogy Csibi Csabi. Csibi Csabi. Így is hívnak. Bugyi Imre. Nedves Sándor. És ön? Szopó Béla. Nekem persze viszonylag könnyű helyzetem volt, mert a Friderikus nevet legfeljebb évente 2-3-szor kellett betűznöm, és nem is értették mindjárt első halása, de nem nevettek ki. Mi sem kinevetni akarjuk persze vendégeinket. Fura nevű embereket kerestük, és lám, bőven van, sőt, ennél sokkal többen jelentkeztek, de hát a stúdió nem volt elég nagy. Míg ugye az imént hallott nevek többsége komoly megpróbáltatásokkal járt, legalábbis az első időkben, bemutatunk néhány példát a továbbiakban is, kicsit már részletesebben. Az ember épp hogy csak világra jön, nevet kap, amit már is bevezetnek az anyakönyvbe. Ráadásul a vezeték neve generációk óta adott, keresztnevéről pedig szülei döntenek, akik olykor egy-egy jó tréfa kedvéért a későbbiekben mulatságos vagy kellemetlen helyzetbe sodorják csemetéjüket. A szőkebarnákat, Gábor Gáborokat vagy zöldalmákat rendszerint már az óvodában gúnyolni kezdik. Ez a két férfi, apa és fia ugyanazt a nevet viseli, méghozzá büszkén, pedig nevük ott szerepel valamennyi névadásról szóló cikkben és tudományos dolgozatban, természetesen az elrettentő példák között. Apának és fiának jó néhány kalandban volt része a neve miatt, de sohasem sértődtek meg, ha kinevették őket. A postán takarékbetűt könyvet akartam nyitni, átmentem, a postás kisasszony kérdezte, hogy névre szóló vagy jeligés. Mondtam, hogy névre szóló, akkor mondja a nevét, mondtam, nem oda Buda. Ó, az úr meggondolta magát, mert ugye hát akkor ez jelige, és beírta, hogy nem oda Buda idézőjelbe. Persze nem mindenki viseli jól, ha ugratják. Megeshet, hogy Tell Vilmosnak egy életre elege lesz a telefonos zaklatásokból. Lassú Mercedesnek abból, hogy hivatalos helyen 6-szor visszakérdeznek, jól hallották-e a nevét. Vég Béla pedig nem meglepő, ha a végső elkeseredésében elhatározza, többé nem csináltat névjegyet. Tix Richard karate edzőnek soha nem tudták helyesen leírni a vezeték nevét. A mosópor megjelenésével ugyan javult a helyzet, elkezdődtek viszont a viccelődések. Tix úrnak még van névjegye, de olykor szívesebben elővenne egy jóval nagyobbat, hogy megelőzze a szokásos csipkelődéseket. Ha nem tudják leírni a nevemet valami hivatalos helyen, akkor egyszerűen csak azt kell mondani, hogy Tix mind a tisztaság átható ereje, és akkor mindjárt azonnal beugrik. Főműsoridőben több millió lakásban megjelenik a képernyőn ez az arc és ez a név. Kocsonya Zoltán, a tévéhíradó műsorvezetője 10 évvel ezelőtt kezdett újságot írni, akkor mindenki rá akarta beszélni a névváltoztatásra. A híradónál ez fel sem merült, bár a nézőktől kapott levelekben gyakran ellátták jó tanácsokkal. Én úgy gondolom, hogy most már ez olyan furcsa lenne, hogyha itt most egy ilyen töréssel most azt mondanám, hogy a jövő héttől kezdve, akkor én mondjuk Kocsándi vagy Kocsondi lennék, mint amiket ezek a nézők ajánlanak a leveleikben. Zoltán kislánya, Kocsonya Fanni még nem érti, miért nevetnek a gyerekek, ha bemutatkozik. Persze, ha evésről van szó, Kocsonya helyett ő inkább marad a nagybögre kakaónál. Ami pedig a felnőtteket illeti, soha nincs késő. Magyarországon elvileg bárki megváltoztathatja a nevét, ha úgy érzi, nem képes együtt élni vele. No hát akkor további vendégekkel bővül a tárház. Itt van Tix úr, Tix Richard. Tulajdonképpen önnek meglehetősen nyugalmas élete lehetett így a 40-es évei elejé közepéig, mert ugye addig ez a mosópor nálunk nem volt kapható. Este 11-kor csörög a telefon a lakásomon. Jó estét kívánok! Jó estét! Nekem van egy nagyon nagy problémám, Tix úr. Hát nekem is van problémám, de hát az este 11-kor a lakásomon. A feleségem, ez még az elején volt, amikor jött a mosópor egy éve rá. A feleségem vásárolt egy ilyen utántöltőt, és most az a probléma, hogy ki volt lukadva, visszavitték, és hallgatom. Elkezdtem mondani. Mint a tízgyár tulajdonosának. És akkor mondom neki, uram, ne haragudjon, de ön most milyen apropóból hívott, én ezt megértem az ő súlyos gondját. Azt mondja, hát maga a gyár, hát maga az igazgató, maga már csak tud valamit. Föl kellett világosítanom. Sajnos nem fordult meg a fejében, hogy... Valamelyikőjüknek, tehát vagy önnek, vagy a mosópornak nevet kellene változtatni? Tanultam a PIK szalámigyárból. Igazából talán, ha együtt tudnánk működni, az jobb lenne.
Apik szalámigyár is elvesztette a pert, de hát végül is én elég jó... Nem perre akar menni? Nem, de hogy akarok perre menni. Elég jó meg vagyok a nevem, mert büszkén viselem. Hát nem igazából sok van belőle a világon, ezt tudjuk. Van persze, akinek a viszonylag rendben lévő vezetéknevé sajátságos keresztnevet társítva keletkezik a feltűnő szókapcsolat. Következő vendégünk égető napsugár, illetve hát édesanyja, aki nem napsugárné, ugye, hanem égető Sándorné. Igen. Milyen reakciót vált ki a környezetéből napsugár, hogyha bemutatkozik, hogy ön égető napsugár? Hát cikizni emiatt nem szoktak, inkább... Mivel hogy ez nem egy igazából gúnyolandó név, hanem inkább csak félreértésekbe keveredem. Teszem föl, például volt, hogy bemutatkozásra került a sor, és kezet fogunk, és mondom, hogy égető napsugár, és akkor az úr csak néz rám, és mondja, hogy hát igen, nagyon tűz itt a nap, és meleg van, de ilyenkor nem az időjárás jelentést szoktuk mondani, hanem be szoktunk mutatkozni, amikor kezet fogunk, és akkor mondom, hogy hát nekem tényleg ez a nevem. Tulajdonképpen szerencsésen bánt a természet napsugárral, mert hát szép lány. De mi van akkor, ha csak okos lenne? Hát megbeszéltük, hogy akkor szépen öltöztetjük. Igen? Ezt így előre elhatározták? Kocsonya Zoltán, híradó műsorvezetőt, nem tudom, hogy sosem foglalkoztat-e, leginkább persze kényszer hatására, hogy egy ilyen komoly műsorba vetett hit, mint amilyen a híradó, az nem nagyon tűri ezt a mókázásra alkalmas nevet, vagy rosszul gondolom, Zoli? Hát engem nem próbáltak erre soha rászorítani a híradónál, hogy gondolkozzak el ezen, hogy változtassam meg a nevemet. Én pályakezdő újságíró koromban, amikor én lapokba kezdtem el írni, akkor ez úgy fölvetődött, és próbáltak erre sarkalni, de akkor is inkább csak úgy, hogy valami írói álnevet találjak ki, vagy valami írói álnevet használjak, aztán utána nem. Hogy volt a katonaságnál Kocsonyának kapcsolata Pecsenyével? Pecsenye Honvéddal? Igen, ez egy érdekes, véletlenszerű dolog volt, hogy véletlenszerűen összesorsoltak bennünket katonakoromban. Volt egy az Alegységnél egy katonatársam, akit Pecsenyének hívtak, és ez különösen akkor volt nagyon derűs, amikor esténként pizsamába a folyosón felsorakoztunk levélosztásra, és akkor szinte direkt így csoportosították a leveleket szerintem, de így szólítottak ki egymás után bennünket, hogy Kocsonya Honvéd, Pecsenye Honvéd, és akkor így ez úgy mindig bejött. Következő vendégeink hát a kedvenceim közé tartoznak. Következik, sorba mondom, Pocok Róbert. Felesége Pocok Róbertné, nem vicc, született Kisveréb Irén. Valamint... Attól féltem, hogy nem fogom a kellő komolyságomat tudni megőrizni, hát joggal féltem ettől. Lányuk Srágliné, Pocok Leonóra. Kedves Irén, ugye úgy képzelem, hogy ön, ha csak mondjuk Verébnek hívták volna, hát az még úgy tűrhető, de ez a kis veréb, ez a kis jelző tulajdonképpen tudatosítja az emberben, hogy egy valóságos madárról van szó. Halmozottan hátrányos helyzetű a lányuk, ugye, aki még ráadásul azt nem is mondtam, hogy Srágliné Pocok Leonóra, anyja neve kis veréb Irén, szóval ezt amikor a hivatalban úgy elmondja, el tudom képzelni a hivatalnok arcát. Volt egyáltalán úgy, hogy föllázadt és mindenáron nevet akart változtatni? Ez úgy családi körbe zajlott, később már, mikor a három lány igazából komolyan kezdett gondolkozni, és össze is ült a családi tanács, válogattunk, hogy milyen nevek jöhetnének szóba, és már majdnem dűlőre vittük, és most már intézkedni kellene menni. Amikor édesanyám azt mondta, hogy tudjátok mit, ezzel a becsületes névvel éltem én, én nem sértettem meg azzal az özvegy édesanyámat, hogy megváltoztassam a nevemet. Eddig felnőttetek, a nehezén túl vagytok, ezután férhez mentek, úgyis más nevetek lesz. Hagyjuk inkább, és maradjon. Idős nem oda Buda, következő vendégünk könnyű helyzetben van, hiszen ő a szülésznő akaratából kapott egy kevésbé tréfás keresztnevet, hiszen nem oda Nándor Budának anyakönyvezték, ugye jól mondom, és ő önként döntött a második keresztneve mellett. 16 évesen már a Budát iratta be előre a személyébe, nyilván jól megfontolt okokból. A környezete simán tudomásul vett, hogy milyen érdekes neve van? Gyakorlatilag, amire vissza tudok emlékezni gyerekkoromba, azóta én a Budát használom. Csak, hogy mondjam, hivatalosan jelent meg ebbe a bizonyos első személyigazolványba,
Mikor megszülettem anyámat, azt hitték, hogy valami, bocsánat, agykárosodás érte, hogy ilyen nevet diktál be. Szerencsétlen gyerek, hogyha majd felnő, ezt a nevet nem lehet elviselni, és így apám nevét kaptam elsőre, de hát azt hiszem, ez engem egyáltalán nem zavart ilyen alapon. Sőt, kifejezetten ragaszkodott hozzá, mindenképpen. Hogy nem oda Budának hívják. Mennyi mókára ad alkalmat ez? Vagy vannak olyan élethelyzetek, el tudom képzelni, amikor kifejezetten kényelmetlenné válik, hogy így hívják? Amerre megfordulok, mindenhol van valami jó sztori. A fővárosi tanácsnál egy alkalommal építési engedélyt akartam váltani. Annak rendje módja szerint egy hölgy segédkezett, be kellett volna diktálni az adataimat. Mondom be ezen a kis ablakon, ahol be lehetett szólni, hogy kérdezi, hogy a neve, mondom, nem oda. Ezt meg egyszer megismételte, hogy a neve, mondom, nem oda. Erre lecsapja a tollat az asztalra, azt mondja, édesfiam, így kinézett, hogy kb. Hány éves lehetek, azt mondja, édesfiam, magát még tervbe se vették, amikor én már itt dolgoztam, ne akarjon kioktatni, hogy hova írjam a nevét. Na most igazából véve családi hagyomány lett ugye ebből, mert ifjabb nem oda Buda már tényleg úgy tervezi, hogy ha gyereke lesz és fiú lesz, ő lesz az első fiú, bocsánat, nem oda Buda őrs lesz, a második fiú nem oda Buda Jenő? Igen, ezen gondolkodtunk, hogy ezt a két nevet szeretnénk adni neki, hogyha fiú lesz.